Idő és térdimenziókon kelnek át. Számunkra felfoghatatlan technológiával. Lehet, hogy figyelnek. Lehet, hogy várnak. Lehet, hogy már itt vannak. A hivatalos magyarázat szerint semmi nem zuhant a földre. Mindent kizártunk. Rejtélyes földön kívüliek. A Keksbergi UFO. Egy konfliktusokkal és nyugtalansággal terhelt évtizedben ezt a Pittsburghtől délkeletre fekvő hegyi falucskát nem érintették a külvilág gondjai. Egészen december 9-én estig. Az itt lakó Stan Gordon számára ez az este egy élethosszig tartó utazás kezdete volt. Jól emlékszem arra az estére. 16 éves voltam, és a pittsburghi KDKA rádiót hallgattam. Volt egy remek rádióműsor, amelyből sokat lehetett tanulni, és szinte minden este hallgattam. Elmondjuk azoknak, akik most kapcsolódnak be, hogy egy friss hír szerint furcsa fénypont húzott át az égen. Az első jelentések szerint fényes tűzgömböt láttak Ontario, csúcsa, Michigan, Ohio és Pennsylvania fölött. A telefonhívásokból úgy tűnik, hogy a tárgy délkeleti irányban halad az államunk fölött Westmoreland megye felé, ezért figyeljék az eget. A falu szélén Bill Bulebos, 40 éves teherautósofőr, szeretett autóját bütykölte. A motoron dolgoztam, amikor sistergő hangot hallottam. Megnéztem az autót, de nem onnan jött. Felnéztem, megláttam a tűzcsóvát, és azt gondoltam, mi ez? 2500-3000 méter magasan volt. Figyeltem, és a hegy felé haladt, aztán felemelkedett, majd megfordult, és visszatért. Úgy tűnt, mintha nem tudná eldönteni, hol szálljon le. Aztán megfordult, és az erdőbe zuhant. Pittsburgh Rádió. Jelentések szerint a tárgy földet ért a Westmoreland-i hegyekben. A KDKA friss hírként számolt be arról, hogy jelentések szerint egy azonosítatlan repülőtárgy lezuhant Keksbergh falu közelében. A fényes tárgyal kapcsolatos legfrissebb hír, hogy helyi rendőröket küldtek a helyszínre, miközben állandóan csörögnek a telefonok itt a KDKA-nél. A reklám után folytatjuk adásunkat. Emlékszem, hogy felváltva figyeltem a tévét és a rádiót, hallgattam a különböző forrásokból származó friss híreket, hogy megtudjam, mi történt. Volt, aki úgy vélte, hogy talán egy repülő zuhant le Westmoreland megyében, Greensburg közelében. Amint látják, kíváncsi emberek gyűltek össze a Keksbergh melletti Kungslénen. Akár csak mi, ők is szeretnék tudni pontosan, mi zuhant le ebben az erdőben. Beszálltam a kocsiba, és elindultam az úton. Nem tudtam a hely közelébe hajtani az úton álló sok autó miatt. Amikor odaértem, azt gondoltam, Istenem, honnan jött ez a sok ember? Az új autójával a Keksbergi hegyekben kocsikázó William Weaver a helyi rádióadóra hangolt. Akkor 19 éves voltam, és a rádióban hallottam, hogy valami lezuhantott. Amikor lejöttem a hegyről, láttam, hogy emberek állnak az út szélén. Ezért megálltam, és megkérdeztem őket. Mindenki azon tűnődött, mi történt? Repülő zuhant le? Fogalmuk sem volt. Sötétedett, és a hegyoldalról lenézve láttam, hogy a tárgy kék fényt áraszt, amely elhalványult, megerősödött, majd újra elhalványult. És nagyon jól látszott. Fényeket láttam az erdőben. Úgy tűnt, hogy szikrák és valami pára jött ki belőle.
A Pittsburgh és Philadelphia közötti repterek illetékesei eddig nem jelentették egy repülő eltűnését sem. Úgy tűnik, hogy ami lezuhant itt az erdőben, az felszállási engedély nélkül repült. Egyre többen telefonáltak a rádióba. Úgy tudjuk, hogy nagy katonai mozgás észlelhető a környéken. Láttuk, hogy számos katonai teherautó tart az állítólagos. Ez nagyon érdekes volt. A hadsereg nyilván azért jött, mert úgy érezték, hogy van okuk eljönni ahhoz a tárgyhoz. Sok katona jött fegyverekkel. Mindenkit ott tartottak az úton. A katonai tevékenységen kívül csak annyit látunk, hogy a tárgy furcsa kék fényt áraszt. Szerintem korábban senki sem látott annyi katonát Kecksburgben. Nem titkolták, hogy mi a feladatuk. Az egyikük azt mondta, azonnal hajtsak el onnan az autómmal, különben elkobozza. A hadsereg lezárt minden ide vezető utat. A katonák és a rendőrök senkit nem engednek az erdő közelébe. Egyesek azt állították, hogy a katonák fegyvert fogtak a civilekre, hogy megakadályozzák őket abban, hogy a tárgy közelébe menjenek. Miért küldtek annyi katonát ebbe a gazdálkodó faluba? A katonák ráfogták a fegyverüket azokra a civilekre, akik megpróbáltak a helyszínre menni. Ki hatalmazta fel őket erre? Mi volt az a fontos dolog az erdőben, amit nem láthattak az emberek? Másnap türelmetlenül vártam az újságokat, és igyekeztem minden helyi kiadást megvenni. Egy reggeli lap főcíme így szólt. A hadsereg körülzárt egy területet, azonosítatlan repülőtárgy zuhant le Kecksburg közelében. Azt állították, hogy hajnali kettőig folyt a kutatás, ám a későbbi kiadás főcíme szerint a kutatók nem találtak tárgyat. Kijelentették, hogy az emberek tévedtek. Nem zuhant le semmi, csak egy fényes meteort láttak az égen. A légierő közölte, hogy meteor volt. Másképp fogalmazva, semmi nem zuhant le aznap este. Azt mondták, hogy egy háromfős csoport megvizsgált valamit, ami tüzet okozott. Átkutatták a területet, hajnali kettőkor visszatértek, és nem találtak semmit. Láttam. Megfordult, aztán az erdőbe zuhant. Láttam, hogy kék fény árad belőle. És ez mindaddig folytatódott, amíg ott voltam. Az egyetlen valaha talált hivatalos dokumentumban, amelyet a légierő adott ki a Kecksburgi esetről, az szerepel, hogy csak a légierő három tagja vett részt. De sok szemtanú, köztük a riporterek is igazolják, hogy sok katona volt jelen. Többféle katonai eszközt, katonákat és teherautókat láttak több helyen a falu környékén aznap este. A légierő közleménye teljesen ellentmond a tanúk állításainak és a sajtó aznap esti jelentéseinek. Nem szívesen vádolnék egy állami szervet azzal, hogy titkol valamit, de szerintem ez lehetséges. Mit rejteget a hadsereg Kecksburg lakói elől? John, mi van? Van valami az ablaknál. És ki más vesz még részt a lehetséges titkolózásban? Kik ezek? 1965. december 9-én katonák szállták meg a Kecksburg nevű pennsylvániai falucskát, miután többen bejelentették, hogy egy égő tárgy zuhant az erdőbe. Minden civil menjen hátrább! A hadsereg lezárt minden idevezető utat. Ezt az intézkedést nem indokolták meg. Másnap az újságok azt írták, hogy nem találtak semmit. A hivatalos magyarázat szerint csak egy meteor volt, és semmi nem zuhant a földre.
Ám a hivatalos jelentés nem számolt azzal, amit John Hayes látott a falu túlsó végén. Új hírt kaptunk. Egyre több katona jelenik meg Westmoreland megyében, miután jelentették, hogy egy égő tárgy zuhant az erdőbe. A KDKA rádió szívesen fogadja. 10 éves voltam, és egy régi házban laktunk Kecksburgben. Folyamatosan hallgattuk a rádiót. Egy katonai járművekből álló konvojt láttak, amely a Kecksburgi völgy keleti oldala felé tart. Maradjanak velünk, további tudósításokat adunk a helyről. Az a házunk mögött volt. Földek voltak az erdő mellett. Arra nézett a hálószobám ablaka. Jó megfigyelő helyen volt. Láttam, hogy autók állnak meg a házunk mellett. Emberek érkeztek lámpákkal, de nem láttam, kik azok és milyen járművekkel jöttek. Apám kiment, hogy megtudja, mi a helyzet. Maradj itt és legyél csendben. Tégy úgy, mintha aludnál. Apám nem egyedül jött be. Katonák jöttek vele. A házunk rövid időre katonai bázissá változott. John! John! Mi van? Van valami az ablaknál. Értem. Két férfit láttam. Űrruhát vagy valami ahhoz hasonlót viseltek. Kik ezek? És miközben beszélgettek egymással, NASA jelvényt láttam az egyikük karján. Ezt eléggé furcsának találtam. Akkoriban a NASA feladata volt minden űrből lezuhant tárgy, a törmelékek és az azonosítatlan tárgyak kezelése. Elmentek a helyszínre és begyűjtötték a lehullott tárgyat. Ám ha igaz volt a légierő által kiadott közlemény, és semmit nem találtak az erdőben a becsapódás helyén, akkor mit keresett a NASA Kecksburgben? Volt náluk egy nagy láda. Nagyjából 2,5 méter hosszú és 1,5 méter széles lehetett. A mezőn át elgyalogoltak az erdőben lévő helyszínre. Belenézhetek egy kicsit? Hagyj már békén! Kinéztem a hálószobánk ajtaján, figyeltem a házunk mellett álló autókat. Figyelemmel kísértem az eseményeket. Jött egy jeep, meg egy nagy üres platós teherautó. Nagyjából fél, talán 3/4 órát töltöttek ott, aztán visszajöttek, és volt valami a platóján. Mi történik? Sötét volt, csak a körvonalait láttam. Körülbelül akkora lehetett, mint egy Volkswagen. Mielőtt oda mentek, nem volt rajta semmi. Amikor visszajöttek, volt rajta valami. A szemtanúk beszámolóiból, az újságcikkekből és a rádiótudósításokból tudjuk, hogy valami lezuhant aznap este. Szerintem vannak olyan személyek, akiknek közvetlen információik vannak az ügyről, vagy tudnak az esetről, és lehetségesnek tartom, hogy vannak tárgyi bizonyítékok. Lehet, hogy a tűzgömb nem meteor volt? Meteorit zuhanhatott a Kecksburgi erdőbe. A meteoritok a földbe csapódó meteorok. Olyan űrkövek, amelyeket megtalálunk földünk felszínén. A legtöbb meteorit az aszteroida övből származik, néhány viszont a Mars bolygóról érkezik.
Becsapódások nyomán válnak le a Marsról, az űrbe kerülnek, és úgy csapódnak a Földbe, mint a rovarok az autók szélvédőjébe, miközben az autópályán haladunk. Néhány kő megmarad, és meteoritként megtalálják. Ugyanígy érkeznek meteoritok a Holdról is. Meteoritok állandóan érkeznek a Földre űrpor formájában. Becslések szerint évente nagyjából 100 000 tonna finom szemcsés anyag jut a Földre. Az öklömnyi, kosárlabda vagy autóméretű meteoritok sokkal ritkábbak. Különleges ládákat hoztak, és a becsapódás helyére vitték őket. Tehát az a kérdés, mit tettek azokba a ládákba? A 60-as évek közepén már sokan tudtak arról, hogy a meteoritok idegen létformákat hordozhatnak. Azokban a kövekben repedések, rések vannak, és lehetséges, hogy az általunk ismert mikróbák egy kő belsejében élhetnek, eljuthatnak egy másik bolygóra, és túlélhetik az utazást. Részben emiatt az érzékenység miatt az Apollo űrhajósok által a Holdról hozott köveket karanténba tették egy időre. Ezt bolygóvédelemnek nevezzük. Ám egy zuhanó meteorit nem magyarázza meg a tárgy változó sebességét és szabálytalan röppájáját. A helyiek, akik látták a tárgy ereszkedését, elmondták, hogy nem nagy sebességgel, hanem viszonylag lassan ért Földet. A meteoritok óriási kozmikus sebességgel keringenek a nap körül, és lépnek be a Föld légkörébe. 36-72 ezer kilométer per órával repülnek. Nagy erő kell ahhoz, hogy letérítse a pályájáról, és még soha nem figyeltünk meg ilyesmit meteoritoknál. Egyesek meteoritról beszélnek. A meteoritok egyenesen repülnek, nem fordulnak meg. Úgy tűnt, mintha rádióval vezérelték volna, vagy valaki vezette volna. Ha a tárgy nem meteorit volt, akkor mit szállított el a hadsereg a Kecksburgi erdőből? Nem hiszem, hogy meteorit volt, mert akkor nem titkolnák ennyire a létezését. John Hayes és öccse másnap reggel elment a becsapódás helyére. Láttunk valamit a túloldalon, és nem tudtunk rájönni, mi a fene volt. Ezért oda mentünk körülnézni. Besétáltunk az erdőbe, mert addigra már szinte mindenki elment onnan. Szerinted még itt vannak azok az emberek? Nem hallok se teherautót, se mást. Láttuk, hogy letörtek az ágak a fák tetejéről. Nagy égett terület volt ott. A környező fák megégtek 120-150 méter hosszan. A bizonyítékok arra utaltak, hogy a fák csak kis területen károsodtak. Nem az egész erdő károsodott, mintha mondjuk elverte volna a jég. Csak bizonyos fák voltak érintettek, amelyek a lezuhanó tárgy útjában lehettek. A tanúk is ugyanezt mondták. Mi az? Homok. Egy tisztás volt ott, friss homok borította. Nem erdei talaj volt, mert az sötétebb. Ez pedig világosabb volt. Nem lehetett meteorit, mert az hatalmas krátert válja a Földbe. Nagy sebességgel zuhanó tárgy volt. Ez megerősíti azt, amit a tanúk mondtak, hogy a tárgy lassan ereszkedett, és csak bizonyos fákat talált el, nem ütött nagy lyukat a talajba. Elástak valamit itt, ugye? Nem. Valamit elvittek innen, aztán betemették a hátra maradt gödröt ezzel a homokkal. Azt hiszem, el akartak rejteni minden nyomot, amely azt mutatta, hogy valamit elvittek onnan. Hé! Mi a fenét kerestek itt, fiúk?
Egy farmon lakunk. Arra. Jobb lesz, ha hazamentek. Ebben az erdőben erős a sugárzás. Nem, mi itt lakunk, gyakran járunk erre. A férfi azt mondta, ki kell mennünk az erdőből, mert lehet, hogy sugárzás van ott. Honnan jöhetett a sugárzás? Az 50-es és a 60-as években nukleáris rakéták és nukleáris repülőhajtóművek fejlesztésén dolgoztak. És azok a hajtóművek sok sugárzóanyagot juttattak a légkörbe. Kétlem, hogy ez valaha is túllépett a kutatási fázison. Könnyen lehetséges, hogy egy jármű rakománya után sugárzás maradt valahol. Ha például nukleáris fegyvert szállítottak, amely megsérült, akkor egy ideig mérhető sugárzás maradhat utána. De ritkán találkozhatunk ilyesmivel. A súlyos sugárveszély magyarázatot adhat az ügyet övező titkolózásra. A Moondust projekt a légierő titkos szolgálatának országszerte végrehajtott művelete volt 1965. decemberében, a Kecksburgi esemény idején. Titkos csapatok űrtörmeléket és más az égből hullott, azonosítatlan tárgyakat gyűjtöttek. Sokkal nagyobb titokban dolgoztak, mint a NASA. Nem tudjuk, hogy voltak-e ott Moondust tisztek, de lehet, hogy voltak. Szerintem talán letört egy darab abból, amit elvittek onnan, és az esetleg ott maradt részeket keresték, hogy ne maradjon ott semmi bizonyíték arra, hogy elvittek valamit. Szerintem ez volt a lényeg. A következő napokban gyorsan eltűntek a látottakról szóló hírek. A riporterek a jelek szerint elhitték a kormány közleményét, mely szerint az emberek csak egy fényes meteort láttak. Ezt elfogadták a szerkesztők, és áttértek a következő hírre. A helyi tanúk azonban kitartanak amellett, amit láttak. A helyiek egy kis csoportja biztos volt abban, hogy semmi nem történt aznap éjjel, hogy nem jártak ott katonák. Odáig fajult a helyzet, hogy egyeseket azzal vádoltak, hogy történeteket találnak ki. Sok éves barátságok szakadtak meg, sőt, családok hullottak szét emiatt. Mi beszéltünk róla. Voltak, akik hazugnak neveztek minket, és azt mondták, ez nem történt meg, ezért úgy döntöttünk, hogy nem beszélünk róla többé. Amíg Bill Bulebos elő nem állt, hogy megcáfolja a légierő jelentését. Hallottam, hogy egyesek azt mondják, nem történt semmi. Sokan nem tudják, amit én tudok. Volt egy harang. Nem tudtam, hogy felrobban-e, kijön-e belőle valami, vagy mi lesz. A pennsylvániai Kecksburg melletti erdőben történt rejtélyes becsapódást övező tisztázatlan események felhívták a figyelmet a vidéki falucskára. Elképesztően sok tanúja volt a Kecksburgi esemény sornak. Egyesek a levegőben látták a tárgyat, mások pedig akkor, amikor elvitte őket egy katonai teherautó. Ám a hivatalos források tagadták a hadsereg vagy a NASA jelenlétét, és fenntartották, hogy semmi nem ért földet azon a környéken, bár több tanú látta, hogy sugárvédő ruhát viselő csoportok fésülik át az erdőt. A kormány soha nem ismerte el, hogy ez megtörtént. Nem akarták terjeszteni a hírt. Igyekeztek elhallgatni a témát. Szerintem az okozta a zavart, hogy senki sem tudta pontosan, mit láttak az emberek. Ezért Bill Bulebos helyi lakos úgy döntött, hogy megszólal és tisztázza az ügyet. Hallottam, hogy azt mondják, nem történt semmi. Én jobban tudom, hiszen ott voltam és láttam. Miután a tárgy eltűnt, úgy gondoltam, oda megyek és megnézem, mi az. Mielőtt csatlakozott a nézelődőkhöz, a Coons Lane-en, Bill követte a tárgyat az erdőbe. Már sötétedett, ezért fogtam az elemlámpámat és lementem a szurdokba. Láttam, hogy a tárgy letörte a fák tetejét, és egy gőzölgő valamit láttam az erdőben. Steaming.
Záptojás szaga volt, mint a kénnek. Nagyjából 60 centi mélyen volt a földben. Legalább annyi volt. Belefúródott a talajba. Körülbelül akkora volt, mint egy Volkswagen, de egy kicsit hosszabb volt. Megégett az orrától a végéig. Nem voltak rajta se varratok, se szegecsek. Valami gyűrűszerű volt a végén, és képírás volt rajta. Nekem úgy tűnt, hogy belevésték, nem csak úgy ráírták. Nem tudtam, hogy felrobban-e, kijön-e belőle valami, vagy mi lesz. Emberi hangokat hallottam messziről, és úgy gondoltam, jobb lesz, ha eltűnök onnan. Akárcsak mi, ők is szeretnék tudni pontosan, mi zuhant le ebben az erdőben. Mire Bill csatlakozott a becsapódás helyét figyelő csoporthoz, már sokan találgatták, hogy mi lehet az a tárgy. Hallgattam, hogy miről beszélget az a sok ember. Egy fickó azt mondta, hogy két zöld ember mászott ki a tárgyból. Ők csak találgattak. Nem mondtam el senkinek. Tudom, mit láttam, és az nem változik. Tény, hogy volt valamilyen tárgy a helyszínen, amelyet a hadsereg érkező egységei aznap éjjel elszállítottak. Tehát felmerül a kérdés, hogy mi történt valójában, mi volt az a tárgy, és a kormány miért nem közli az emberekkel, hogy mi történt. Az egyik elmélet szerint a tárgy a Kozmosz 96 lehetett. Az amerikai űrparancsnokság és az orosz űrkutatási hivatal közölte velünk, hogy a Kozmosz 96 nevű szovjet műhold a Kecksburgi esemény napján zuhant le. A Kozmosz 96 szovjet szonda volt, amelyet a Vénuszra akartak küldeni. Nagyjából 4,5 méter hosszú és 3 méter széles volt. Szovjet gyártmányú volt, cirilbetűs felirat volt rajta, tehát a leírás egyes részei illenek a Kozmosz 96-ra. A 60-as években már zajlott az űrverseny és a hidegháború. Ezért nagyon fontos volt, hogy szovjet technológiát szerezzünk, ahogy ők is megpróbáltak technológiát szerezni tőlünk. A Kozmosz 96 az akkori legfejlettebb szovjet technológiával készült. Azért volt fontos, hogy megszerezzük, ha lehet, mert akkor kiszámíthattuk, mekkora rakétát tudnak gyártani a szovjetek. Megértem, hogy a kormány nem akarta, hogy más országok hozzájussanak ahhoz a technológiához, amelyet a lezuhant különleges tárgyból meg tudtak szerezni. A hadsereg órákon belül megjelent, és egy lapos, platós járműven elvittek valamit. Nem tették volna ezt, ha meteor lett volna. Akkor tettek így, ha a légierő titkos eszköze, vagy egy szovjet eszköz zuhant le Kecksburgnél. Sok találgatás szerint az eset összefügg a szondával, de az utóbbi években több olyan adat vált ismerté, amelyek kizárják ezt a lehetőséget. Az amerikai űrparancsnokság közölte, hogy a Kozmosz 96 Kanada fölött lépett be újra a föld légkörébe hajnali 3 óra 18-kor. A szovjet műhold 14-15 órával hamarabb zuhant le, mint a pennsylvániai Kecksburgnél becsapódott tárgy. Ez az esemény délután 4 óra 47 perc körül történt. Tehát tudjuk, hogy nem a Kozmosz 96 zuhant le Pennsylvániában órákkal később. Ha nem a Kozmosz 96 volt, akkor miért földet az erdőben aznap este? Bill nagy, mak alakú fémtárgyról beszélt. Egy másik elmélet a náci UFO programról szól. Vagy valamilyen szupertitkos kísérleti jármű volt, vagy máshonnan érkezett tárgy, valamilyen földön kívüli jármű vagy szonda lehetett.
Sok információt gyűjtöttünk össze, amelyek arra utalnak, hogy ez bonyolultabb történet. Körülbelül akkora volt, mint egy Volkswagen. Valami gyűrűszerű volt a végén, és képírás volt rajta. A lezuhant tárgy egyes történészek szerint hátborzongatóan hasonlít egy állítólagos, szupertitkos náci fegyverre. Egyesek azt állítják, hogy Hitler támogatta az SS kutatásait, amelyek a harang kifejlesztésére irányultak. Német leírások szerint makkalakú tárgy volt, és hieroglifák vagy cirilbetűk voltak rajta. A harang egymással ellentétes irányban pörgő részekből állt. Vörös higany volt benne, amely összepréselve és megkeverve fénylik, és legyőzi a gravitációt. A harang célja az idő és a tér manipulálása volt. A különböző források alapján úgy tűnik, hogy valamiféle időgép. Az idő és a tér manipulálása azért volt fontos, mert lehetővé tette volna, hogy a hadsereg megközelítse az ellenséget. Majd kikapcsolják az időgépet, hogy az ellenség ott álljon előttük. Ez valójában fegyver volt. Az állítólagos náci harang és a Kecksburgi tárgy nem csak méreteiben és alakjában hasonlít egymásra. Egyrészt nagyon erős sugárzást bocsátott ki. A harang sugárzása megszilárdította az emberek vérét, és elszürkítette a növényeket, mert elpusztította a klorofilt. Nagyon veszélyes volt. 1965-ben azon az estén egyesek láttak, vagy közvetlen kapcsolatba léptek olyan NASA alkalmazottakkal, akik kerestek valamit. Azt beszélték, hogy talán sugárzást bocsátott ki az, ami lezuhant. Ha az erdőbe zuhant tárgya náci harang volt, akkor hogy került Kecksburgbe 20 évvel a II. Világháború után? Az iratkapocs művelet során az Egyesült Államok megpróbált német technológiához jutni, és a Szovjetunió ugyanezt tette. Ezért a Kecksburgi események másik magyarázata, hogy az Egyesült Államok vagy a Szovjetunió megszerezte a harang technológiáját. Tehát az állítólagos Kecksburgi becsapódás a harang technológia amerikai vagy szovjet programja során bekövetkezett pennsylvániai baleset lehetett. A náci harang egy a sok elmélet közül. Semmilyen jel nem utal arra, hogy ez működő projekt lett volna. Szerintem az a legvalószínűbb magyarázat, hogy vagy szupertitkos ultramodern űrszondával, vagy földön kívüli űrhajóval van dolgunk. Bill Bulebosch azt is elmondta, hogy furcsa mélyedéseket látott a tárgy hátulján, amelyeket lökhárítónak nevezett. Úgy vélte, hogy inkább jelek voltak rajta, mint betűk. A jelek talán egy földön kívüli civilizáció üzenetét hordozzák? Lehetséges, hogy valakik üzenetet küldenek nekünk egy szondával. Mi is küldtünk ki szondát. Van rajta egy tábla, amelyen egy férfi és egy nő képe és néhány matematikai szimbólum látható. Ezzel azt akarjuk bizonyítani a megtalálónak, hogy gondolkodó emberek vagyunk. Ismerjük a számokat, és megpróbálunk kapcsolatba lépni azzal, aki megtalálja a szondát. Tehát lehetséges, hogyha valaki az űrből üzenetet akarna küldeni nekünk, abban lennének jelek, hogy közöljék velünk, hogy a küldők gondolkodó, cselekvő lények. Mi értelme lenne üzenet nélküli eszközt küldeni? Yeah,
Ha idegen űrhajó volt, akkor a kormány nyilván meg akarta ismerni a technológiáját. Akkoriban az űrprogram kezdeteinél tartottunk, és ha földön kívüli űrhajó volt, akkor meg akarták ismerni a hajtóműrendszereit és a felhasznált anyagokat. Ez lehet az egyik oka annak, hogy nem akarnak nyilvánosan beszélni erről. Sokan voltak Kecksburgben, amikor ez történt. Tudják, hogy mit láttak, mit tapasztaltak aznap este, és válaszokat remélnek. Az információ szabadságáról szóló törvényre hivatkozva kéréseket küldtünk különböző hatóságokhoz, a légügyi hatósághoz, a rendőrséghez, a hadsereghez, sőt a NASA-tól is próbáltam információt szerezni erről, de nem kaptam iratokat. A NASA azt válaszolta, hogy nincsenek a kérésünkkel kapcsolatos irataik. Nagyon valószínűtlen, hogy a NASA-nál nincs semmi Kecksburgről, mert abban az időszakban a NASA feladata volt bármilyen az űrből lezuhant tárgy kezelése. Ráadásul a tanúk elmondták, hogy NASA alkalmazottakat láttak a helyszínen. Tehát a két okból szerintem lehetetlen, hogy egyáltalán nincsenek dokumentumaik, még egy újságcikkjük sem arról, hogy mi történt aznap Kecksburgben. A kormány időhúzása ellenére Stan Gordon tovább keresi a válaszokat. Az évek során több száz embert kérdeztem már ki, akik különféle módon érintettek voltak ebben az ügyben. Történeteket hallok, megkeresem a résztvevőket és beszélek velük. A Kecksburgi eset egyedülálló volt, mert ott becsapódott egy tárgy. Valami lezuhant az égből, amiről tudjuk, hogy teherautóval elvitték. Ez azt jelenti, hogy az a tárgy még megvan valahol. A kormányunk szállítatta el, tehát tudniuk kell róla. Nagyon kevés információ derült ki az esetről, és a 80-as években fokozni kezdtem a kutatást. Stan Gordon dokumentumfilmet készített a Kecksburgi esetről, hogy új információk derüljenek ki. Ebben a dokumentumfilmben szemtanúk szerepelnek. Eltökéltsége eredményt hozott. 1990 nyarán megkeresett egy férfi, és közölte velem, hogy tagja volt annak a biztonsági csapatnak, amely a Kecksburgből hozott tárgyat őrizte, miután az december 10-én kora reggel megérkezett az ohiói Columbus mellett fekvő Lockburn légitámaszpontra. A férfi elmondta, hogy a lapos, platós teherautó szigorú biztonsági intézkedések közepette gördült be a bázisra, rajta a ponyvával letakart tárgyal. Később tovább mentek a Wright-Patterson légitámaszpontra, amely a légierő Blue Book projektjének központja volt. Stan Gordon abban az évben erre az információra építve új tanút talált nyomozás közben. Felhívott telefonon egy Myron nevű férfi. Myron járt a bázison. Azt mondták neki, hogy ne nézelődjön. Igyekezett megtudni, hogy mi a helyzet. Bejutott abba az épületbe, és látott valamit fent az állványzaton. Huszonöt évvel azután, hogy rejtélyes tárgy csapódott be a pennsylvániai Kecksburg közelében, a helyi lakosok még mindig nem tudták, hogy valójában mi zuhant az erdőbe és hová vitték. Az 1965-ös esemény örökre nyomot hagyott Stan Gordonban, aki oknyomozó dokumentumfilmet készített a Kecksburgi ügyről, hogy új tanúkat csaljon elő. 1990-ben egy ohiói volt teherautósofőr jelentkezett és vállalta, hogy elmondja Stannek a történetét. Eddig azért nem beszéltem erről, mert közölték velem, hogy ha bármit kiszivárogtatok, akkor eljönnek értem, lecsuknak és eldobják a kulcsot, vagy agyonlőnek. Ezért nem beszél erről senki. Myron akkoriban egy nagy ohiói építőanyagtelepen dolgozott, és a Kecksburgi eset után néhány nappal egy tengerésztiszt jelent meg a telepen, és nagy mennyiségű, különleges, mázas burkoló téglát rendelt a Wright-Patterson légitámaszpontra. Megtaláltuk a bázist, és elvezettek minket a régi, második világháborús kiképző központba. Azt mondták nekik, hogy maradjanak a teherautójuk mellett, rakják le a téglákat és ne nézelődjenek. Myron látta, hogy férfiak járkálnak ki be egy épületből. Ezért, amikor nem volt senki a közelben, benézett az épület ajtaján. A
Amikor beléptem az épületbe, láttam, hogy egy nagy, ejtőernyőszerű függöny lóg a mennyezetről. Fölötte lámpák voltak, és a függönnyel próbálták elrejteni azt a tárgyat. Egy állványzaton állt, harang alakú volt, és dolgoztak rajta. Az űrhajó úgy nézett ki, mint egy nagy makk. Nagyjából 4 méter magas, és alul 3-3,5 méter széles volt. Alul volt rajta egy feliratos gyűrű, és láttam, hogy valaki benyúlt az egyik nyíláson. Láttam egy munkapadon fekvő lényt is. Myron azt mondta, nem volt jó a világítás, de a munkapadon fehér lepedővel letakart valami feküdt. Nem látta a részleteket, de... Nincs kétségem afelől, hogy a padon heverő tetemnek 3 mutató ujja, és olyan bőre volt, mint a gyíkoknak. Myron azt mondta, hogy megfenyegették és közölték vele, hogy ha valaha is beszél erről, akkor börtönbe zárják és eldobják a kulcsot. Azt mondták neki, hogy ez 20 év múlva közismert lesz, de persze nem lett az. Akár eskü alatt is kész vagyok elmondani, amit láttam. Különleges ládákat vittek a becsapódás helyére. Lehetséges, hogy amit Myron látott, összefügg a ládákkal? Sok bizonyítékunk van arra, hogy valami lezuhant az égből, hogy a hadsereg odament, elvitték a tárgyat, és a mai napig nem közölték az emberekkel, hogy mi volt az valójában. Biztos vagyok abban, hogy valami lezuhant Kecbergnél. Hogy mi volt? Mindent kizártunk, kivéve valamilyen titkos amerikai állami eszközt, amely talán tesztelés alatt állt, vagy egy földön kívüli tárgyat. Megtartják maguknak, hogy mi volt az, és sírba tesznek, mielőtt bármit is megtudok róla. Azt állítják, hogy nem vittek el onnan semmit, de én láttam, én tudom. Mondhatnak nekem bármit. A kormánynak el kell magyarázni a Kecksburg lakóinak, sőt az egész országnak, hogy mi történt valójában azon az éjszakán 65-ben. Szerintem vannak olyan személyek, akiknek közvetlen információik vannak az ügyről, vagy tudnak az esetről, és lehetségesnek tartom, hogy egyes tárgyi bizonyítékok, főleg fényképek formájában ma is léteznek. Mindig azt remélem, hogy a következő telefonhívás megadja nekem a végső információt, mely örökre lezárja ezt az ügyet.